Számos korombeli magyar fiatal tervezi, hogy szeptember 30-án szlovák pártra adja le a szavazatát. Ők már nem tartják mérvadónak az etnikai politizálást. Én sem tartom annak, viszont nemzetiségi jogaink kiterjesztését igen. De ugyanolyan fontosnak tartom azt is, amit nagyszüleink és szüleink kiharcoltak nekünk. A határok nélküli Európát. Hogy tanulni és dolgozni is mehetünk külföldre, és akkor sem kell a határon sorakozni, ha átugrunk Győrbe moziba, Pestre színházba, vagy Bécsbe egy kiállításra. Mecsiar alatt ez majdnem megbicsaklott. Politikailag most azért állok amellett az ember mellett, aki mindezt a reménytelen helyzet ellenére elérte, mert én Szlovákia jövőjét a határok nélküli Európában képzelem el.